Na srácok, a mai videóban kettő boxot fogunk nyitni egyszerre. Tehát most nem egymás után, hanem... Egyszerre. Egyszerre. A két box pedig nem más lesz, mint... Kettő darab Magic Box. Az egyik a januári, a másik pedig a decemberi. Melyiket szeretnéd nyitni? Választhatsz vagy ezt, vagy ezt. Oké. Amikor kinyitjuk a boxot, ezt fogjátok látni. Ez nagyon üresnek tűnik ez a doboz amúgy. Kezdjük! Ez hivatalosan is az eddigi legjobb dobozunk. Úristen! Pikachu sapi! Ez nagyon laza. Hát ez világi, srácok. Ez a parti sapka. Ez a igazi parti sapka. Nem gyakran van sapka már így. Most már nyomjuk ebbe? Nyomjam ebbe? Hát, ne csináljunk belőle rendszert. Sokkal jobb. Sokkal? Nem vagy, mint egy ilyen Fraulein, egy ilyen német izé parasztlány. Ez nagyon király. Ez zseniális, srácok. Komolyan mondom, rohadt jó, de nagyon-nagyon melegem lett. Most már nem, most már ebbe kell mondtam. Jó, menjünk tovább. Én nyomok egy sörtöt, Tomikám. Jó. A My Geek Box januári LS pólója nem más, mint ez. Menjél a tudod hova! Ez zseniális. Frank Castle, azaz más néven a Punisher, és ott van fent a logó, a Punisher logó. Hell's Kitchen. Úristen! Bele kell, hogy tössek! Műszálas. Nem baj. Komolyan mondom, a Magic Box pólójának a dizájnja zseniális. Mivel műszás olyan szagod is lesz, hagyjál mint a Punisher-nek. Hagyjál már békén! Ránézel egy ilyen pólóra olyan, mintha a Pull&Bear-ből vagy a New Yorker-ből szerezted volna, és közben nem, mert pedig ez egy Punisher-ös póló, bakker. Emelem a tétet. Igen? A decemberi póló. Na mutasd, na mutasd. Na fogadjunk. Ez nem műszálas. Rebel Scum. Júj, de jó! Bakker! Szeretjük a Star Wars. És ez nem műszálas? Nem. Csezd meg. Ezek most elég kemények, ezek a pólók. Nagyon király. Konkrétan nagyon kemények. Ááá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 
Emeled? Kicsit megsérült a dobol. Nem. Ez ilyen. Super Mario Minifigure Collection. Megkaptok a kis gombát. Olyan boldognak tűz, Tomi. Olyan felhőtlen boldognak. Amikor kimész egy bóha piacra, és tudod, van rengeteg egy kis bábú. Na, nekem erről az jut eszembe, hogy... Nem tudom. Ez gagyi. Ez szar. A rosszat is lehet fokozni, emelem a tétet, Tomi. Jó, remélem. Emelem a tétet. Remélem. Egy pin. 25 cent insert coin to play enamel pin. Ez egy játékgép akkor. A probléma ezzel az, hogy... Kettő van belőle. Mi van? Ezt elrontották. Ezt tuti, hát vagy csak megint tudják, hogy ketten vagyunk. Nagyon uncut a mágikból. Ahogy szeretjük a mágikboxot. Rohadt gyanús. Amúgy ezeket igen, azért szerettem, mert ez olyan konszolidált. Igen, konszolidált. Nem úgy, mint egy Teenage Technics-es csatorna fedél. Emelem a tétet. Ne. Adventure Time Pocket Pop figur. Most jön ezt, hogy van ilyen? Igen, de ezt nem tudtam. Én azt hittem, hogy ezek nagyobbak. Én azt hittem, hogy ezek full pop figurák, de ezek tök kicsik. Benne van Jake, Finn és BMO. És picikék, és egy tök király kis alumínium dobozban van benne. Na, ezeket sokkal szívesebben gyűjteném, mint ezeket. Ez egyértelmű. Opa. Gyerekek, itt nem a méret a lényeg. Pop figura minőség, csak piciben. Pici pop figurák. Ezt mondani, nekem ez egy valamiért tetszik. Mégpedig azért, hogyha kis helyen tudsz gyűjteni és sok figurát szeretnél, akkor a kis popfigurákkal gyönyörűen telerakhatod a szobádat. Amúgy tényleg? Tomikám, emelem a tétet. Emeled a tétet. Emelem a tétet a decemberivel. Ez egy halott mézeskás figura. Three Peas Ginger Dead Man. Ez egy halott. Ez egy összevert, halott mézeskás figura, akinek átszúrja a fejét ez a cukorka. Valahol nagyon beteg és nagyon király. Otthon vagy, család, karácsony, szelleme, mit tudom én, és akkor előveszel egy ilyet. És oda dobod a gyereknek. Kisfiam, nézd, ez egy döglött mézes kalács figura. Tetszik? Nem ismertük, hogy ez micsoda, és megnéztük. Mr. és Mrs. Creepy gyakorlatilag 2013 óta
Halloween által inspirált karaktereket készítenek. Ilyen kis karakterek. Igen. És nekik ez nagyon bejött ez a dolog, van egy weboldala onnan a creepies.co.uk, ahonnan ezt meg lehet rendelni, és ilyeneket csinálnak. Brutális. Veled a tétet? Azt megnézem. Egy Dr. Who-s notebook. Abszolút oda vagyok a Dr. Who-ért. Nem. De tetszik a füzet. Jól néz ki, hogy ilyen képregény fedelekből van összeállítva, borítóképekből. Belül pedig, hát igen, tehát ez csak egy sima vonalas füzet. Uh-huh. Van az a sima notebook, meg a premium notebook, és ez a kettő között van szerintem. De, Tomikám, emeld a tétet. Tudom emelni a tétet? Nem tudod. Breaking Bad. Naptár. 2015-es. Nem hiszem el. Minek? Mi az, hogy minek? Hát van már egy ilyen, mint... De amúgy nagyon adom! Elfelejtettük mondani a kérdez felhelyből, hogy a Breaking Bad-et is imádjuk. Én nekem nagyon tetszik, hogy visszahozzák így a sorozatokat és a filmeket, amik régebbiek. 2018-as naptára beszélünk, még nem is csak egy olyan dologról, amit mondjuk régebben adtak ki és beledobták a dobozba. Igen, tehát ez nem arról szól, hogy valami régi dolgot hasznosítunk újra, hanem ez tényleg egy új dolog. Jellegzetes jelenetek! Több nyelven rajta van. Négy nyelven rajta van. Nyelven rajta magyarul nincs. Ez forgatási kép, Tomi, tényleg? Ott a krán. Tényleg? És belenéz a kamerába. Nem mondod. De, tök jó. De azt nézzük, hogy ez, vagy ez, akkor inkább emellett fog sorolni. Emelem a tétet. Miért kell Flash Gordon tovább? Még ott a régi. Ugye már kaptunk egy régebbi Magic Boxba egy Flash Gordonos posztert. Most kaptunk még egyet. Nem teljesen értem, annyi, hogy egy másik karaktert vettek igazából elő. Uh-huh. Akinek jelent valamit Flash Gordonnak, ez egy nagyon jó poszter, mert nagyon igényes. Komolyan mondom, a Magic Box még mindig az egyik legjobb boxunk. Nézzük az árakat. Körülbelül 5000 forint a Magic Box. 5000 forint a box, hát ez 5000 év megy a eBay-en jelenleg. Ez pedig 2000 forint, tehát már elértük a doboznak az értékét, bőven, sőt meg is haladtuk. Van a póló, ami olyan 2000 forint körül mozog, és kinek? Darabja mondjuk egy ezres. 5000 forint volt a popos cucc. 5000 forint ez a book. Tényleg. Nem értem miért, de annyi. Van egy ezres ilyen kis szar gombánk. És akkor van még egy ugyebár ilyen poszterünk, meg a póló, ami 1500 környékén van. Erre nem tudok mit mondani. Egyetlen egy szóval tudnám jellemezni a doboz minőségét és értékét. Magic Box, tehát. Magic Box háromszor. De egybe van írva. Egybe van írva. Egy szó mint 100. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Osszatok meg, szeressenek. A gombára. Te mondod, hogy vigyázzunk a gombára, és elszállt a francba. Mi akartam? Ja, hát, ja, sapka volt még ebben.